Örömmel köszöntök mindenkit a mai alkalommal. Azt el kell, hogy mondjam, hogy én is úgy, ha Géza nem így kezdte volna, akkor én is úgy kezdtem volna, hogy emlékezzünk meg Laciról, majd a végén talán, nem talán, hanem biztosan elmondok egy aranyikus imát, és a lelki üdvéért. És azt is el kell mondanom, hogy a mai előadást végül is az ő lelkiségének köszönhetjük, mert valójában, amikor én utoljára itt jártam, akkor nem telt el pár nap, három vagy négy nap, akkor beszéltük meg, hogy mi legyen az előadásnak a témája, de aztán közben kiderült, hogy a másik előadó is Szent Lászlóból akar előadni, és aztán közben ugye úgy is volt, hogy abban maradnak az előadások, mivel ő meghalt, és tehát tényleg tragikus az, hogy ilyen fiatalon eltávozik valaki közülünk. És aztán utána mégis jött egy levél, illetve nem is levél, hanem a internetről értesültem, hogy én mégis fogok előadást tartani. Tehát ezen, mert a telefonszámomat nem tudták a szervezők, és aztán utána láttam az interneten, hogy lesz előadás, akkor mondom, eljövök. Tehát most gyakorlatilag ez így történt meg. Meg is hirdettem egyébként, ahol tudtam végül is a utolsó időszakban. Viszont a rossz hírem az, hogy fogok beszélni Szent Lászlóról, de közben én mással kezdtem el foglalkozni, és én azt gondoltam, hogy akkor a Szent Korona Tantról fogok beszélni, és ezen belül majd Szent Lászlóról is, hogyha valaki amiatt jött el, azért valamennyire mégse az legyen, hogy Szent Lászlóról nem hall semmit sem, ha már így volt megkérdetve. De mondom, nem, tehát tulajdonképpen nem volt egyeztetve, mert utolsó időszakban, utolsó két hétben szokott kiderülni, hogy mi lesz, miről beszélünk, de nem volt mód, mert nem volt meg a telefonszámom, és nekem sem volt ilyen szempontból. Illetve volt egy telefonszámom, de azt nem akartam fölhívni, mert az a Laci közvetlen telefonszáma volt, és az ember ilyenkor nem mer fölhívni valakit, nem tudom, vagy nem akar, hogy ő, mert az elég szörnyű dolog, hogy eltávozunk, és vannak dolgok, amik még itt vannak. No, tehát én úgy gondoltam, hogy ha a hallgatóságnak is megfelel, akkor beszélek én a Szent Korona Tantról, úgyis kevesen ismerik és vannak tisztában vele, másrészt pedig a Szent Lászlóba is bele tudom ötvözni, így, hogy a kettő egyszerre fog érvényesülni. No most, hát el kell, hogy mondjam, hogy végül is nekünk nagyon különleges hagyományunk van. Ezt az, hogy Európában, ahogy létezünk, az mindenféleképpen egy tulajdonképpen egy keleti kultúrának a utódlása. És végül is én azt mondom, hogy tulajdonképpen valahol a jóistenhez való hitet legutoljára mi őriztük meg egészen a 20. század közepéig. Most egyébként Istennek háttal élünk, ezt el kell, hogy mondjam, körülbelül 1944 óta hátat fordítottunk az Istennek, és valami egy újfajta rendszer szerint szeretnénk élni, illetve azt akarnak ránk kényszeríteni, és ettől boldogtalan is az ember, mert el kell dönteni azt, hogy az én templomát építem meg, az ősök templomát építem meg, és az ősök templomán keresztül a Jóisten templomát, vagy pedig más cselekszem. Most jelenleg az én templomát építik ebbe az országba, ami egyébként mulandó, tehát az ember, hogyha még 70 évet él, vagy 80-at, vagy 90-et, az is pillanatok alatt elröpül. Tehát az én templomát értelmetlen építeni, és jogilag is értelmetlen építeni, és alkotmányosan is értelmetlen építeni. Most ugye nekünk van egy nagyon különleges koronánk, ami sehol nincsen Európában. A európai kultúrkörben ismeretlen az ilyenfajta korona, ugye mert tudjuk, hogy háromfajta koronáról beszéltünk. Fügedi Erika 1978-ban megjelent művében nagyon szépen elkülönítette a három fő koronát típust, ami található Európában. Az egyik az a házi korona, amit bármikor viselhet az uralkodó. A másik a országoló korona, amit főszabályszerűen akkor viselnek, amikor valójában ugye valami a közösség számára fontos dologot szentesítenek, tehát mondjuk törvényt hirdetnek ki, vagy valamely nemzetközi szerződést, akkor viseli az uralkodó. És van a harmadik fajta korona, amelyben a mi szent koronánk tartozik bele, a beavató korona, amely főszabályszerűen akkor használtatott, mert volt ettől eltérés, de akkor használtatott, amikor az uralkodó jelölt uralkodóvá változott át. Tehát nem akármikor. Egyébként azért is tartottam jónak, hogy így megyünk tovább, mert a múlt alkalommal beszéltünk a szkíták jogáról. És akkor Szent Lászlóról is volt szó, és ezen belül nagyon érdekes, hogy a Szent Koronához kötődik egy nagyon különleges jog, mert ugye nekünk történeti alkotmányunk volt, ezt kevesen tudják egyébként, tulajdonképpen a
kezdetektől fogva, de minimum 1000 éves történeti alkotmányunk volt, hogyha ezt Szent Istvántól vesszük alapul. Ugye? És most van az utolsó 60-valány évben írott alkotmányunk. Ugye mi a történeti alkotmány és írott alkotmány közötti különbség? Az írott alkotmány az az én temploma, az azt mondja, hogy, hogy amit mi most meghatározunk, ezt egy alapokmányba beleírjuk, és ez a fő törvény, ami ez az alsóbb törvényeknek igazodnia kell. És egy nemzedék veszi a bátorságot, hogy megmondja azt, hogy mi a jog. Egyébként nagyon érdekes, mert ugye nem az igazság érvényesül, hanem a jog. Ezt már Magyarországon nem egyszer elmondták, hogy nem igazságszolgáltatás folyik, hanem jogszolgáltatás. Most a történeti alkotmány, egyébként ez a nagy francia elsötétedéstől indul el. A nagy francia elsötétedés az egyébként elküldi a Jóistent, és azt mondja, illumináció van. Nagyon érdekes, hogy felvilágosodás van, ugye eddig Isten eltakarta a világot előlünk. És akkor azt mondja, hogy az emberi ráció nevében megmondjuk, hogy mi az igaz. De az emberi ráció az arról szól egyébként, az emberi ész, ugye? Az arról szól, hogy ki az erősebb. Aki erősebb, annak van joga törvényt alkotni. Ma is ez van, ma egy olyan jogrendszerünk van, hogy akinek többsége van, a többséget egyébként pedig könnyű elérni, mert a multimédiák meg a médiumok a kezükben vannak, a médiumok, ugye? És a többséget azzal lehet elérni. Egyébként nagyon érdekes, mert a szem és a megszokás által, egyébként a szeretet által érik el, mert hogy sokat látja ott az ember a képernyőn azt a valakit, megszereti és rá fog szavazni. Tényleg úgy tűnik, mintha az nem, a tévé mondja meg, hogy mi van. Tehát, de tényleg így van, sajnos, meg a sajtó mondja meg, hogy mi van. És akkor ebből lesz többségem, amikor többségem van, akkor jogom van törvényt alkotni, és én alkotom a törvényt, és ad abszurdum, odáig eljut, tehát érték nem jelenik meg, odáig eljut, hogy megszavazzák azt, hogy a nyugaton kell a nap, és akkor hónaptól kezdve nyugaton kell a nap. Mármint akkor is keleten kell, de ha véletlenül az ember azt mondja, hogy keleten kell, akkor ennek aztán következményei vannak, nem lesz állása, esetleg még lehet, hogy hát börtönbe is csukhatják különböző, de az adóhatóság biztos a nyakára száll. Tehát ezek tényleg, hát most így van. És van a egyébként ettől az időszaktól kezdenek polgári törvénykönyveket alkotni, ugye a Kód Civil 1804, ugye, és aztán osztrák polgári törvénykönyv, német polgári törvénykönyv. A magyaroknak nincs polgári törvénykönyve, mert a magánjogunk kiválóan a Szent Konrad mentén elkülönült. Ugye? És nekünk szokásjogon alapult a magánjogunk. No, de hogy röviden érzékeltessen is el tudjunk jutni a témánkban, el kell, hogy mondjam, hogy a történeti alkotmány az tud a Jóisten jelenlétéről. Az azt mondja, hogy amikor megteremtették a világot, akkor az ige, az igazságosság, ugye in principio erat verbum, ahogy mondja Szent János, ugye kezdetben vala az ige Istennél vala, az ige Isten vala, és az ige közöttünk lakozik. Az igazságosság és az igazságtalanság elvált egymástól. És attól a pillanattól kezdve az igazságosság mindig igazságosság maradt, és az igazságtalanság mindig igazságtalanság marad. Úgyhogy nincs ilyen, hogy ebből a szempontból nekem is lehet igazam. Tehát ez nem az igazság, az ami a szépapámnak az volt, ükapámnak, dédapámnak, nagyapámnak, apámnak az volt, az igaz ma is. Nem tudom, hogy érthető-e. Ugyan a világnak van változékonysága, és tesz fel kérdéseket az egyes nemzedékeknek, és van úgy, hogy az embernek a bölcsessége, tehát a nemzedék bölcsessége, az nem elegendő, hogy megmondja, hogy mi a helyes válasz. Tehát ugye az a 60-70-80 év, hát azért is van az, hogy most ugye zavarba vagyunk, mert 60-valány éve ugye a múltat végképp eltörölni, és a mai napig ez megy, hogy a múltat végképp eltörölni. Ugye ezt próbálják meg érzékeltetni, de ősök nélkül nem lehet eligazodni. Tehát az embernek az a rövid ideje, amíg itt van, az nem elegendő ahhoz, hogy a helyes lépéseket megtegye. Ezért a régi történeti alkotmány szerint megnézték, hogy a hasonló esetekben az ősök milyen választ adtak a feltett kérdésre, a világ feltett kérdésére, hogyha nem tudták megválaszolni, és abból következtették le, hogy mit kell tenniük. Tehát most mondok egy esetet, hogy régen mondjuk áram nem volt. Régen voltak mondjuk lovak. Lovat lopni bűn, áramot lopni úgy szintén bűn. Tehát érthető, hogy az igazságot meg lehet mondani a régi igazságok alapján. Tehát, és éppen ezért ez azt jelentette, hogy eleink úgy éltek, hogy tulajdonképpen a pillanatnyi létezés határát átlépték. Tehát ez tényleg teljesen filozófikus dolog, hogy a lét határát átlépni. Tehát mindaz jelen volt, aki valaha ide született. És mindaz jelen volt, aki még meg sem született.
Tehát valami végtelen közösségben kapcsolódtunk össze a Jóistennel, hiszen ugye ennek is egy alappéldája, amit Szent István elmond, hogy fölajáltatott az ország. Tehát, hogyha fölajáltatott az ország, ugye Hartwicknál van így leírva, hogy a halála pillanatában egyébként, ezek 38. augusztus 15-én nagy boldogasszony napján, történik ez meg, de egyébként a nagyobbik legendában végig ajánlja föl az országot, tehát nem, és a nagyobbik legenda a legrégebbi. De a lényeg az, hogy ettől a pillanattól kezdve, hogy felajánlották az országot, a Kárpát-medence és a kárpát-medencei közösség egy arasszal közelebb van a mennyországhoz, mint a föld bármely pontja. Tehát ez egy különleges hagyományt jelent, és ettől a pillanattól kezdve tényleg úgy van, hogy az ősök és a jövendők azok együtt élnek a jó Istennel. Akár tetszik ez egyeseknek, akár nem, ez a mai napig így van, az más kérdés, hogy Istennek háttal vagyunk. Na most ezt mi jogi rendszerbe is kiépítettük, ezért volt a történeti alkotmány. Egyébként történelmi alkotmánya van az angoloknak is, meg ugye az amerikai alkotmány is félig történeti alkotmány, de a miénknek az a jellegzetesség, hogy ezt átitatta maga a Szent Korona eszme, ezt a történeti alkotmányt. Na most ugye egyébként ezért is van az, hogy például, hogyha angolszász filmeket látnak, akkor nem tudom, emlékeznek-e arra, hogy ha van egy jogi ügy, akkor az ügyvéd mindig elrohan és elkezd keresni régi ügyeket, és hogyha valami 200-300 vagy akár 100 évvel korábban hasonló esetben úgy ítéltek, hogy a javára ítéltek, akkor ma is a javára kell ítélni. Ez a precedens jog különben. No, de ez a történeti alkotmánynak a jellegéből következik. Most a miénknek az a jellegzetesség, hogy Szent Korona eszmeit adja át. Sehol nincs ilyen. Mint ahogy Szent Korona sincsen. És akkor abból lehet megérteni, hogy miért kell beavatni a magyar uralkodó a Szent Koronával. Tehát azt nagyon jól tudjuk, hát például az már korai példa, hogy Károly Róbertet háromszor meg kell koronázni. Nem tudom, emlékszünk erre. Nem emlékszünk, de elmondom. A lényeg az, hogy... Hát igen. Na, mert háromszor is meg kell koronázni őt, mert ugye van az a súlyos eset, hogy 1301. január 14-ről 15-re kihal az Árpádház, illetve a Turulház, mert itt ezt is el kell mondanom, mert mindig elfelejtik az emberek, hogy nyugodtan használják, hogy Turul, ez volt a mi uralkodóházunknak a megnevezése, és ez normális országban elegendő lenne különben, hogyha a nép emlékezett őrzi, tehát mondaszerűen, ugye a szívben, mert a legenda az a légó legere, az olvasni, tehát az leírt dolog, de hogyha csak a mondák őriznék meg, az is elegendő lenne. De nálunk ennél sokkal több van, hiszen egyébként meg kell mondani, hogy Árpádházról 1746 óta beszélünk, Anonymus, mivel akkor lett ismerté, Bél Mátyásék jó voltából, és az kétségtelen, hogy ez erről a házról Kézai, amikor ír, 1282 és 85-ben befejezett művében, akkor azt írja oda, hogy de genere, az azt jelenti, hogy nemzetségről, és magyarul beírja, hogy Turul. És az Anjou oklevéltárban és a 1300-as évek elejéről két oklevelünk is van, ahol Turulnak nevezik. Tehát ez volt a neve, mint ahogy egyébként az Árpád sávot is nyugodtan használják, nehogy azt higgyék, hogy az bármilyen módon fasiszta vagy valami ilyesmi, hiszen ugye, ha legkésőbb veszem, a képes krónikában 1358-ban már ábrázoltatva vagyon. És akkor erre lehet mondani azt, hogy ugye Hitler szerette a Záhertortát, de... Igen, de az Záhertorta ettől még nem lett fasiszta. Hiába barna. Tehát a helyzet az, hogy ezek a mi nemzeti jeleink is, ezeket tessék használni. Most visszatérve, ugye az úgynevezett vegyesházi királyokban is árpádházi vér, vagy turul vér folyt, ugyan csak leányágon, hát hiszen Zsigmondban is még három ágon is leányági turul vér folyt. Ugye? Tehát azért az már elég késő idő, ehhez képest majd 100 évvel későbben vagyunk, hát hiszen az ő... Na, a lényeg az, hogy a... Tehát akkor akik jelentkeztek a trónra, azokban mind árpádházi leányági vér folyt. Második Vencel, illetve Második Vencelnek a fia, ugye aki László néven uralkodott majdnem tovább, de aztán tudjuk nagyon jól, hogy ez a László nevű uralkodás az nem sikerült igazából. Nem azért, mert ő nem volt normális, tehát ezt felejtsük el, hogy a Szent Korona az működne, és nem működik. Hát működni egy tárgy. Azt tud működni. Ugye egy bicikli működik. Én ezért nagyon utálom, a bicikli ez mozog, az forog, úgy tűnik, mintha élne. De nem él, tehát működik. És nincsen a Szent Koronának képi
programja, mert a számítógépnek van programja, de a Szent Koronának üzenete van, nem tudom, hogy érthető-e. És, nem, és azt a materialista okkultizmust, hogy rárakják a fejére és megőrül, ezt felejtsük el, mert nem így van. Nem, ő aztán nekik jó lesz egyébként Venceléknek, ugye második Venceléknek uralkodónak majd, csak az volt a helyzet, hogy dorbézolt. És nem megfelelő, nem király módjára viselkedett, és egyébként is nem bírt a magyar nemesekkel, és tulajdonképpen az élete volt veszélyben, és akkor egy ilyen második, kvázi ilyen koronázásszerűen, ugye beöltöztetik mindennel, és az apja ilyen körmenetben végigmenne az városon, és szépen elviszik, ellopják tulajdonképpen a koronát, azt kell, hogy mondjam, és aztán ők nem adják ki senkinek sem, és közben előtte, ugye 1301-ben a Károly Robertet megkoronázzák, de nem a Szent Koronával, és nem is a felkent esztergomi ések, hanem csak a választott esztergomi ések koronázza meg, és azt érvénytelennek tekintik a magyarok. És aztán utána ugye elviszik a koronát, és nem adja ki senkinek sem, csak Ottónak, akiben szintén egyébként leányági turulvér foly, és ugye 1305-ben ő adja oda, és akkor ő jön lóhalálába haza, mert akkor már kialakult, hogy a korona az maga az országot is jelenti egyébként, meg az ország lakosságát, meg az ország összes jogát, meg az Istenhez való tartozásunkat is jelenti. Ebből is látszik, hogy ő hát rejtve hozta haza, hogy nehogy Károly Róbert meg tudja, vagy a hívei meg tudják szerezni a koronát, és belerakja egy csomolyóba. Ugye, és aztán az fölköti a lovának a nyakára, és képzeljük el, hogy elhagyják, pedig nagyon sietnek Fehérvárra, hogy Fehérváron meg tudják koronázni. És a helyzet az, hogy elhagyják, és másnap veszik észre, hogy hiányzik a korona, másnap hajnalban. És akkor elindulnak visszafelé, lóhalálában. És akkor ott az út közepén, azt mondja a képes kronika, hogy in medio, tehát az út közepén ott megtalálják, ugye, és írja a képes kronika, hogy micsoda csoda ez egyébként, hogy meg tudták találni, hát egész nap a forgalmas úton, senki nem találja meg, és ebből két dolgot vonhatunk le. Az, hogy elhagyta a Szent Koronát, és hogy senki más nem találhatta meg, csak ők. Az egyikből az, hogy nyilván Ottó sokáig nem lesz uralkodó. És ez valóban így van, mert 1305-től 1305. december 5-e, de mindegy, teljesen mindegy, 1307-ig uralkodik, és mivel mindig viszi magával a Szent Koronát, a Kámnembéri László Vajda fogságba ejti a koronával együtt, aztán őt nagy nehezen elengedik, 1312-ben meghal, elhagy az országot korábban, aztán 1312-ben meghal. Na, de a lényeg az, hogy tehát tényleg nem lesz sokáig uralkodó, mert azt mondja, hogy ebből látszik, hogy Ottó nem lesz sokáig uralkodó. A másik az, azt mondja, hogy viszont, hogy csak ők találhatták meg, az azt jelenti, hogy Pannonia nem veszítheti el angyal adta koronáját. Tehát akkor itt már látszik, hogy itt valami többletről van szó. Mondom, én állítom, hogy ilyen szempontból Magyarországnak a Szent Korona eszméjét, illetve a történeti alkotmányát, de abból is egy bizonyos részeket, például csak az aranybullát, ezt az emberiség örökségének a részévé kellene tenni. Ez pontosan felmutatja, hogy hogyan kell együtt élni egy közösségnek, hogy lehet megcselekedni azt, hogy ugye a Salus Rei Publicae Suprema Lex, az azt jelenti, és ez a történeti alkotmányoknak a lényege, hogy a közösség üdve a legfőbb törvény, és hogy lehet megcselekedni azt, hogy az egyén végtelenül szabad. De csak az a határa, hogy a jóisten. Hát ugye, sanctam mentem spontanám, et honorem deo, et patria liberationem. Az ide volt kiírva a szép kapura, Esztergomba. Ez azt jelenti, hogy szent és szabad akaratú elmét. Az Istennek tiszteletet, a hazának szabadságot. Nem gyönyörű, így jártak imádkozni különben. Na most ez jogilag is megvolt, és tényleg az van, hogy a közjó volt a legfontosabb, és a személyes szabadság, addig, amíg a közjót nem sértette. Tehát ez egy gyönyörű rendszer volt. No, és a lényeg az, hogy megtalálják a koronát, ugye, aztán utána ugye ott van a Kámnembéri László Vajdának a birtokában, nem adja ki, akkor jön a római pápai követ, ugye, Gentilis, és akkor ő megcsinálja azt, hogy a szentségétől meg akarja fosztani a Szent Koronát. És azt mondja, hogy készítsünk egy új koronát, azzal megkoronázhatjuk 1309-ben Károly Róbertet, egyébként meg is teszik. És azt mondja, hogy ha bármikor ez megrongálódna, akkor készíteni kell egy újabb koronát. Na most ez a világ bármely táján elképzelhető volt, kivéve
Magyarországon. Egyébként a magyar nemesség vissza is ír nekik, hogy hát azt tudhatná a pápa úr, hogy Magyarországon, ugyanis Magyarország apostoli királyság volt, na most még erről is fogok beszélni, hogy Magyarországon a király személyét érintőleg nincsen behatása, tehát nem mondhatja meg, hogy ki legyen a magyar király. Mi viszont hozzájárulunk ahhoz, hogy akit egy test, egy lélek, egy szívként megválasztottunk, azt a pápai követ megerősítse tisztségében. Tehát 1309-ben sem lesz uralkodónk Károly Róbert, csak 1310. augusztus 27-én, amikor ugye szabályosan megkoronázzák, és beleegyezik egyébként élő szent korona, mert ugye mi magunk vagyunk az élő szent korona, akkor fogadja el a nemzet azt, hogy ő lesz az uralkodója. És akkor ugye 1342-ig uralkodik, utána Nagy Lajos van 1342-82-ig, de most ebben nem menjünk bele. Na, tehát a lényeg az, hogy itt már érződik, hogy valami különleges dologról van szó. Most azt is tudni kell, hogy a történeti alkotmányunk azért, és hogy miért mondjuk el ezt, tulajdonképpen 1944-ig hát jelen volt. Hát ezért nagyon fontos, hogy a Szent Istvánhoz kapcsolják bizonyos szempontból, és ezért is volt az, hogy amikor volt a módszerváltás, koppány kezdték el, hogy koppány, koppány, koppány. Holott mindennek az alapja Szent István. Tudni, a helyzet az, hogy nem véletlen az, hogy az összes alapszabadságokat Szent Istvánra vezették vissza. Ugye ezt tudni kell azt, hogy a magyar királykoronázáskor egyébként az összes magyar királyt Szent Istvánnak a rekvizitumaiba öltöztetik be. Tehát ezt 1240-ből egy utazó ciszter szerzetes nagyon szépen leírja, hogy külföldi, hogy a minden jelöltnek meg kellett kapni a Szent Istvánnak a saruját, harisnyát, hát pusztultak el, saruját, harisnyát, köppenét, keresztét, kardjait, és a Fehérváron őrzött trónjába is be kellett ültetni, intronizálni kellett. Tehát át kellett menni a Szent Istvánságon, a mindenkori magyar uralkodónak. És nagyon érdekes, hogy István egyébként 1000 körül koronázzák, az is nagyon érdekes, hogy apját is, Gézát is Istvánnak hívják, az is, hogy nagyapját is Istvánnak keresztelik. Ugye a Gézát a Szent Gálai nekrológiumok szerint, ugye, tehát István, István, István. És akkor tudjuk nagyon jól, ezt kevesen tudják, és ez nagyon, nagyon érdekes, és el kell, hogy mondjam, hogy a kereszténységben a keresztnévnek óriási jelentősége van. Tehát itt ez az történik meg, amikor megkeresztelkedik valaki, mert ugye az alaptétel az, hogy a Úristennek a képmására teremtetett az ember, és attól a pillanattól kezdve egészségében ragyogja vissza az Úrnak a jelenlétét. És ugye, mivel egészséges volt, romlatlan volt, paradicsomi volt a létezés, és abban a pillanatban, amikor elszakítják a gyümölcsöt, megromlik ez a képmás. És akkor ennek következ a romlandóság dáridója maga a halál. És hát ez alól csak úgy lehet menekülni, hogyha a megígért Isten fiú, aki meg is születik és legyőzi a halált, annak a jelét magára veszi az ember, megkeresztelkedik. És akkor, amikor megkeresztelkedik, akkor úgy születik újjá az örök lét számára, hogy a romlandóság hatalma nem teljes többé fölötte. És abban a pillanatban kap egy nevet. Mint ahogyan ugye Szent Jánosnál indul az, hogy in principio erat verbum, tehát kezdetben van az iga, az ember a személyes küldetését megkapja a saját nevében. És éppen ezért a szentek történetét mindig is úgy meséltük el, különösen egyébként Jakobus de Voregine a legenda aurában, 1260-as években, ami több évszázados tudást mond el a szentekkel kapcsolatban. Valójában ugye úgy épül fel, mert azért mondom, hogy több évszázados, mert Abgár királynak a levelezését Jézussal leírja, tehát tényleg meg kell, hogy mondjam, hogy a legolvasottabb mű volt, a Biblia mellett ez maradt fel a legtöbb példányszámban, és az aurea jelzőt, azt az arany jelzőt, azt a kortársaktól kapja. És itt úgy minden szentnek az élete úgy van elmesélve, hogy megmondja a szentnek a nevét, a nevének a jelentését, és az élettörténetéből visszaköszön a nevének a jelentése. Tehát azzá lesz, ami a neve. Most ő, nem csak ő egyébként, a legendák is mondják, Szent István legendák is, hogy az ő neve Stephanus görögből latinba az koronát jelent. De ugyanakkor azt is mondja, hogy ugye a héber nyelvből eredeztethetően, mondja a Jakobus, de Voregine norma szabály törvényt is jelent a névnek a jelentése. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye, ha azt mondom, hogy Szent István, azt mondtam, hogy Szent Korona, és azt mondtam, hogy Szent Korona Tan. És ezért van az, hogy beöltöztetik a mindenkori uralkodót, mert az a közösség számára az a megelevenedett Szent Koronává, illetve Szent Korona Tanná változik. Nem tudom, hogy érthető-e.
Tehát ezért fontos dolog, ugye? És ezért fontos dolog a királyság kérdésköre is, mert a Jóistennek a képmását jelenítik meg itt, és az igazságos birodalmat jelenítik meg ebbe a közösségbe. Egyébként írd és mond, nagyon érdekes a három szent királyunknak, holott ugye Imre nem is volt királyunk, de mégis úgy nevezzük, hogy három szent királyunknak a nevének az értelmezése. Tehát ugye az István név azt jelenti, hogy korona törvény. A Henrikus az azt jelenti, hogy otthonában uralkodó. Tehát az nagyon érdekes dolog, hogy ugye olyan, mintha a törvényeket, az isteni törvényeket Szent István köré csoportosítanák. Egyébként nagyon az is fontos dolog, hogy az egyes nemzetségek, azok mind Szent Istvánnal jelölik meg. Hát Fügedi Erik nagyon szépen felsorolja, hogy azt mondja, Ed, Pata, Aba. Ugye nem azt mondja, hogy Ed nemzetség, holott ismerjük a nevét, hanem Aba nemzetség. Előtt Szabolcs, Csák. Csák nemzetség. Nem azt mondja, hogy előtt, tehát a Szent István korival jelöli meg magát. És mindenki a Szent István kori, hát a aranybulla is azzal indul, hogy a Szent István kori igazságokat akarja helyreállítani. 1222. Tehát nekünk ez egy kulcs valami. Tehát nem koppány, akárhogy is van a nemzeti oldalon, hanem, és nincs is ilyen, hogy és az sem, hogy koppány vagy Szent István, hanem Szent István. Most az Imre pedig ugye az ideális uralkodó, bár sosem lett uralkodó mégis, aki önmagán tud uralkodni, ugye szüzességi fogadalma volt, aki önmagán tud uralkodni, az a legtöbbet tudja, mert az, hogy egy világon uralkodni, az még semmi, de önmagán uralkodni, és a világon is, az már valami, nem tudom, hogy érthető-e. És akkor jön a harmadik királyunk, Szent László, akinek a itt majd mindjárt szólunk néhány szót róla, mert ugye ő esetében, nagyon érdekes, hogy a képes krónika is, de egyébként a róla szóló legendás megemlíti, hogy ugye a Ladislaus az a görögből és a latinból lehet értelmezni a nevet, azt mondja, hogy Laosz nép azt jelenti a dózis adni, és akkor utána a Laosz az dicsőség. És azt mondja, hogy a népnek adott dicsőség. Hát a három királyban egyben van minden, a magyaroknál. Ugye a korona törvény, tehát a törvény igazából, akkor az ideális uralkodó Imrénél, és maga az ideális nép Szent Lászlónál. Nagyon szép egyébként. Na most az, hogy ha már itt tartunk, mert ugye még nem mondtam, de akkor először elmondom a nagyon röviden, mert ezt szerintem sokan tudják. De azért mégiscsak elmondanám, hogy a Szent Korona eszmének az alapjait, azt egy misztikus test, corpus mysticum teszi ki. Méghozzá az, hogy hogyha legjobban különben, hát úgy lehetne megközelíteni, különben nem is véletlen, hogy magyarul is így hívják, hogy Magyarország angyali, apostoli Szent Koronája. Na most, hogyha ezen mind végigmegyünk, mert ugye, hogy mit jelent az, hogy angyali, mit jelent az, hogy apostoli, akkor holnap reggelig itt maradunk. De azért a Szent Korona, legalább a Szent Korona megnevezést azt értelmeznénk. Egyébként célszerű latin nyelven megközelíteni, mert ugye a Sacra Corona az már eleve elgondolkoztat, hogy miért így hívják, hogy Sacra Corona, miért nem Santa a korona megjelölése. És hát ez nagyon érdekes, mert mind a kettő szentet jelent. De a sancio sancire az azt jelenti egyébként, hogy elhatárolni, valamit a hétköznapiból kiemelni, védetté tenni. Ugye ezt tudjuk nagyon jól, hogy a magyar király hagyomány szerint kerüli az országot, egyébként pedig ugye azt is elmondhatjuk, hogy Kossuthról mondja a nép, de hogy nem érdemli Kossuthlóval, az abban kétszer kerülte meg Magyarországot, ha még egyszer kerülte volna, Magyarország ilyen bajban nem volna. Éppen az ősi törvényhozási területeket, ezt vörös vonállal körülkerítették, és azáltal kiemelkedett. Tehát az már nem hétköznapi, az valahogy metafizikai az a tér. De a Santa nem tudja megmondani, amit a Sacer Sacra Sacrum meg tud mondani, hogy mi az az erő, ami ott lakozik. A Sacer Sacra Sacrum, az nagyon érdekes mondani, egyszerre jelenti azt, hogy szent, és azt is, hogy átkozott. Szent és átkozott. Az azt jelenti, hogy olyan erő van jelen, hogy aki azt megsérti, a legsúlyosabb büntetés mondja maga után, az átkot, ami a metafizikaiba. Tehát a metafizika az a léten túlit jelenti. Ugye, tehát a léten túli, vagyis a magyar hagyományban az átok, egyébként nagyon érdekes, hogy a vérszerződésnél, ott is az öt pontból áll, az utolsó kettő a szankció. Az egyik az, hogy aki a vezér és rokonai között ellentétet szül, annak a vére úgy omoljon, ahogy a mi vérünk omlott. Tehát a fizikai világba büntet. A ötödik pont pedig azt mondja, hogy in perpetuam, tehát hogy örökké tartó átok sújtsa azt, aki
megszegi bármely pontját. Tehát az a léten túliba büntet. És nagyon érdekes, hogy az átok szinte a magyar nyelvben érezhető, hogy átívelő ok a büntetésre. Átok, átok. És ugye tényleg a néphagyományban úgy van, hogy az átok az heted íziglen a leszármazóra rá tud szállni. Tehát ez úgy van, hogy, ahol ezért nem igaz az, amiről régen beszéltek itt, na, hívjuk úgy, hogy szerves kultúrával, hogy a magyar sohasem átkozódik, dehogy is, hát nagyon nagy baj lenne, hogyha nem átkozódna. Hát akkor nem ismerne szentséget. Nem tudom, hogy érthető. Tehát ahol szentség van, hát annál szebb, mint a szerelmi átkok, az annál szebb, a világon nincsen, hogy mosdóvized véré váljon, törölközöd lángot háljon. Mert ugye, aki egy szent viszonyból fordul ki, az a legnagyobb bűnt követi el. Tehát igenis, nagy baj lenne, hogyha nem átkozódnom. Egyébként, mert akkor nem ismerni a szentséget. Tehát szent és átkozott, azt mondja a szakra. Most még mielőtt tovább mennénk, annyit elmondok, hogy azért latinul közelítjük meg, mert a latin, igen, nincs meleg. Bár én igyekszem a hangulatot befűteni, de a lényeg az, hogy mert a középkori latinság, ezt kevesen tudják, mert ugye buglisnak vagyunk beállítva. Az nagyon magas szintű volt Magyarországon. Hát tudom, meg kell, hogy mondjam, hogy például a Verbőci, mikor 1514-ben összegyűjti a szokásokat, és 1517-ben kiadja a saját költségén, akkor ő a utolszóban azt írja, hogy elnézést kérek, hogy a vulgáris latinságot használtam, nem pedig a köznépi latinságot, nem pedig az irodalmi latinságot használtam, de ez az volt a célom, hogy az egyszerű emberek is megérthessék a művünket. Most ez más kérdés, hogy mennyien tudtak olvasni, de akik tudtak latinul, nem tudom, és nem is kevésbé. És a helyzet az, hogy ennek a következménye az, hogy például Magyarországon különleges módon kötöttök szerződést, tehát nem a városi közjegyzőséget, ami nyugatra jellemző, hanem nálunk a szerződés a szertartás volt. Tehát ez azt jelentette, hogy ez is marad meg az átokforma sok szerződést, mert a szerződés a szent. Ez azt jelentette, hogy papi káptalanok és szerzetesi konventek előtt kötötték a szerződéseket. De nem minden papi káptalan és szerzetesi konvent volt hiteles hely, mert ezeket úgy hívták, hogy hiteles hely, hanem csak amit a király kijelölt, és ezeket úgy hívták, hogy a király egyházai. Na most ugye ennek következtében óriási lett az írásbeliség. Tehát ez azt kell, hogy mondjam, hogy a tatár járás alatt pusztultak el anyagok. A török alatt a királyi levéltár elpusztult. Második világháborúban pusztult el. És képzeljék el, így is a középkorból több mint 320 ezer oklevél regesztrálva rendelkezünk. Ami azt jelenti, egyébként Pannonhalmán csak 1500 árpádkori vagy turulkori oklevél van. Ugye, tehát... Ez nem kevés, azt kell, hogy mondjam. Tehát az írásbeliség nem, hogy nyugatról jött volna ide, hanem pont fordított volt az egész. És ennek következtében a latin nyelv ismerete azért elég jó volt. Ugye amikor a 19. század közepén a magyar lesz a általános nyelv, akkor ez okot is ad egyébként a divideat imperára, oszd meg és uralkodj. Hát itt több mindenki él velünk is. A latin nem csak hatalmi nyelv volt, hanem egyenlően távol állt a Rásztól, a Tóttól, és akkor hagyd ne soroljak Svábtól, hagyd ne soroljak föl mindenkit, aki a Kárpát-medencébe élt. Tehát ezért a latinon, egyébként meg kell, hogy mondjam, hogy Széchenyi szorgalmazta, csak ő nem tudott rendesen latinul, úgyhogy azért is. De ez tény? Na, és nem... Na, és a lényeg az, hogy a koronaszó viszont a középkori latinságban, és ez így szépen lehet fölmutatni magát a Szent Korona eszmét, az nem csak azt jelentette, ez egyébként így van még a fináli féle 1884-es szótárban is, nem csak azt jelentette, hogy határ, nem csak azt jelentette, hogy fejdíszékítmény, hanem azt jelentette, hogy határ. Azt is jelentette, hogy határ. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy szakra korona, megjelöltem egy szent koronát, és megjelöltem egy szent határt, ami nagyjából tulajdonképpen a Kárpát-medencével volt azonos. Most ugye, ha pedig ugye felajánlatott az ország, ugye Szent István által, és kialakul az a gondolatrendszer, hogy radix omnium possessionum, ami ki is alakul, a radix azt jelenti, hogy gyökér omnium minden possessionum birtok, tehát hogy minden birtok gyökere a Szent Koronából ered, és oda is tér vissza, ez azt jelenti, hogy itt Magyarországon tulajdonban föld nem lehet. Nem tudom, világos-e. Tehát csak birtokolni lehet, használni lehet. Mert ugye ez a szűzanyái ez a föld, illetve a jóistené ez a föld. Úgyhogy nem lennék a helyükben azoknak, akik most majd... Na, mindegy.
No, de folytatva az egész gondolatmenetet. Tehát ez azt jelentette, hogy csak birtokolni lehetett használni, és a hasznait szedni, de rendelkezni nem lehetett a földdel. Mert minden birtok gyökere a Szent Koránban. És mondom, ez vallási tétel. És ugye ezt Szent Istvánhoz kötjük, hiszen Hartwicknál olvasható ez az utolsó mondat, hogy az ég királynőjének az ország területét és a benne élő népeket vele együtt fölajánlja. És utána kezébe ajánlja a lelkét, de ez egy másik kérdés, mert akkor egy másik előadást tartanék meg. De a lényeg az, hogy ettől a pillanattól kezdve itt nem lehet privatizálni. És ugye nem akárkinek adták ezt a földet. Ugye a privó iga az azt jelenti, hogy fosztani egyébként a privatizációnak a gyöke. És ugye ez azt is jelenti, hogy csak annak adtak ebből a földből, mert ugye ez gyakorlatilag a jóistené. Ennek csak annak adtak, aki valójában olyan nemes módon volt jelen a világban, ez volt a klasszikus kiindulási pont, hogy aztán utána megromlott ez, de hogy ezért a közösségért, vagy ezért a földért, akár a életét is adta volna. És aki ilyen nemes módon, önfeláldozó módon volt jelen, azt alkalmasnak tartották, hogy az öröklét egy darabját, az maga a magyar föld, rábízzák, vagy a Kárpát-medencei föld. És akkor addig ő birtokolta, használta, hasznait szedte, amíg az ő véréből, mert ugye annyira ez a honszerelemből táplálkozik. És ez annyira nemes dolog, hogy ugye a vér az a szeretett lakóhelyén a szíven áramlik keresztül, amíg ő belőle egy csepp vér jelen volt, bármi távol is, ötödik íziglem, vagy mit tudom én, ötödik unokatestvérként, fiúként, mert fiú tudta megvédeni az országot, az öröklésre volt jogosult. Ugye az öröklés, ez a magyar szóban, az nagyon érdekes, mert az örökléttel függ össze. Ez nem így van a latinban, mert a latinban az van, hogy in perpetuam hereditatem, vagy in aeternam hereditatem, mikor ezekről az oklevelekről van szó, és az azt jelenti, hogy örökös örökség. Tehát nem úgy van, mint az én nyelvemben, én azt mondom, hogy örökség. És az örökség, ez tényleg úgy van, hogy aki a földet, az öröklétel jut kapcsolatba. Most éppen ezért a megint átlépik a halálnak a kapuját, illetve az öröklét kapuján jelennek meg, kapujában jelennek meg, mert hiszen ugye emiatt követni kellett a vérútját, a leszármazás útját. Ugye? Hiszen aki ilyen nemes módon volt jelen, és még jelen van, azt neki kell kezelni ezt a birtokot. És a lényeg az, hogy ezért van az, hogy általában a földet megjelölik a nevükkel, a nemzetség nevével. Tehát nagyon furcsa módon ebből következően Magyarországon lehetne úgy történelmet tanítani, hogy én földrajzot tanítok. Tehát Szolnok, Doboka például, ezek a mi hagyományunk szerint nem csak földrajzi helyek, hanem egyben történelmi személyek is. És akkor igaza van Zrínynek, mikor azt mondja, hogy virtus vulnere viret, az azt jelenti, hogy a vitézség vérrel virágzik, a magyar föld vérrel virágzik. Egyébként is hétszív bátorsága van benne az alkotmányunkban is, ahol egyébként mármint a vérszerződésben, ahol nagyon szépen le van fektetve, hogy a király az nem, vagy a vezér, akkor még vezér, mert ugye nincsenek ezen a területen, mármint a Kárpát-medencébe csak indulnak el, és nincs a király kerül. Szóval a lényeg az, hogy amit közösen szereznek, azt közösen is osztják szét. Tehát, hogy itt nem lehet abszolútikus hatalom. És már szeri végzések is erről beszélnek, amiről Anonymous beszél, hogy ezt közösen hozzák meg. Nem úgy, hogy azt mondja a vezér vagy az uralkodó, hogy én ezt mondom. És nálunk nem is alkothattak törvényt különben önállóan az uralkodók, csak közösen. Egy test, egy lélek, egy szív. Tehát nagyon érdekes. Na most ugye, akkor ezáltal jelen vannak az ősök megint csak, hiszen ugye a kezdő név, amint mondtam, de érdekes, hogy Szent Istvánhoz van rakva, talán pont ezért. Tehát az, hogy az előbb mondtam, hogy Ed, Pata, Aba. Tehát, hogy Aba nemzetség. Ugye? És akkor onnét követik a... És nagyon érdekes, hogy ebbe is a nemzetségnek van közös birtoklása és használata. Tehát nálunk mindig sohasem az egyén, nem az én temploma épült fel, hanem a Jóistennek a temploma az ősökön keresztül. Most nagyon röviden annyit elmondanék, hogy a római jogtól ezért különböztünk is. Tehát tulajdonképpen a római jogon alapuló jelenlegi tulajdonjog, az három részjogosítvány követel meg. Az azt követeli meg, hogy a tulajdonjog dolgon lehet. Most, hogy mi a dolog, most nem megyünk bele, mert nem akarok annyira jogi előadást tartani. De az, hogy mi a dolog,
az lehet ingó ingatlan. Az, hogy mi az ingó ingatlanban, nem megyünk bele, mert például a középkori időszakban az 500 lónál nagyobb nénes az ingatlannak számított. De mondjuk dolog ez a pohár. Most ez a pohár most a kezemben van, tegyük fel, hogy az én tulajdonom, kezemben van, tehát birtokomban van. Vagy hogyha ez a kis terem, ez nem is olyan kicsi, de mindegy, de az a mi osztatlan közös tulajdonunk lenne, mi most itt bennülünk, birtokban vagyunk. Ez a birtoklás joga, aminek érvényesülnie kell a tulajdonjoghoz. A másik az a hasznok szedésének a joga, a használat hasznok szedésének a joga, ezt leginkább gyümölcsössel lehetne érzékeltetni. Mondjuk, hogyha valakinek van egy gyümölcsöse, a gyümölcsösének a gyümölcseit szedheti. És van a harmadik részjogosítvány, aminek érvényesülni kell, hogy a tulajdonjog teljes legyen, és ez nem volt meg a magyar nemesnél, vagy a magyar országlakosnál, ez a rendelkezés joga. Az azt jelenti, hogy a dolgot elidegenítheti, vagy megterhelheti. Tehát zálogot rakhat rá, vagy eladhatja, nem tudom, hogy érteni. Ezt nem tette meg, mert ez a Szent Koronáé volt. És ráadásul ezeket a jogokat, mondom, közösen, a nemzetség közösen bírta. És egyébként nagyon érdekes dolog, hogy például Magyarországon nem úgy volt, mint most van, hogy az a sík, hogy megcsinálja a balhét, és utána eltűnik. A magyar nemes az attól volt magyar nemes, hogy idézhető volt. Idézhető volt. És nagyon igazságosan voltak szétszórva a birtokok. Most itt időben ugye egy általánossági időszakot tud az, tehát határon körbe, tehát ugye nem egy pont egy korszakot, de ez általánosan igaz volt, hogy ugye birtokok szét voltak szórva. Tehát egy nemesnek a birtokai azok szét voltak szórva. Tudnék, egyetlen egy ember is részesült Magyarországnak az összes bajából és összes ajándékából. Hogyha egy helyen van, akkor nem, mert kit érdekel, mint ahogy most van, hogyha Pécset lakik valaki, kit érdekel, hogy a felső Tiszavidéken árvíz van. Tehát nem érzékeli. De ha szét vannak szórva a birtokok, akkor ez teljesen igazságos módon mindenkinek egy baja, egy öröme van. Na és akkor emiatt viszont, hogy idézhető legyen, mert egyébként 13. századból vannak ilyen megyegyűlésekről, hát ezt is megint csak Fügedi idézi, hogy azt mondja, már pedig én nem, magyar nemes vagyok, mert idézhető vagyok. És ez azt jelenti, hogy kellett lenni egy birtokközpontnak, egy kúriának, ahol mert az, aki nem idézhető, az nem ember. Hát nem válasz felelősséget saját magadért. Most a helyzet az, hogy na mi van akkor, hogyha van három gyerek, akkor mi lesz ez a birtok központtal? Az kié lesz? Nem. Ezt már csak ma gondoljuk így. Ez nagyon érdekes, hogy így megfordul a dolog. Nem az első szülötté. Nem. Egyébként úgy hívták, hogy szép lak általában ezt a birtok központot. A szép lak, az, hát gondoljunk bele, hogy mi az ősöket, nagyon érdekes, hogy ez is a nyugati új latin nyelvekkel szemben, mi mozogjunk egy kicsit, vagy? hogy az új latin nyelvekkel szemben mi az ősöket heted ízigen meg tudjuk nevezni. Tehát az van, hogy fiú, apa, nagyapa, dédapa, ükapa, szépapa és a hetedik a ismeretlen, ugye? De az angol például nem tudja. Hát az a boy, father, grandfather, grand-grandfather, grand-grand-grandfather. Nem? Szóval azért ez egy érdekes dolog. De a szép lak már árulkodó, mert azt jelenti, hogy ősi lak. Most nagyon érdekes, hogy három gyerek van, akkor a magyar jogban az volt, hogy a legkisebb fiúi. Hát nyilván. Hát így van. Ő érkezett legkésőbb közülünk az időben, mert nem egyén van jelen, közösség van jelen. És ő neki van a legtöbb esélye, hogy legtovább itt marad. Viszont a másik kettőnek, mivel idézhetőnek kellett lenni, szintén kellett építeni egy ilyen központot, birtokközpontot. Nem tudom, hogy világos-e. És a lényeg az, hogy viszont a családra vonatkozó íratokat, azt a legidősebb kapta meg, mert ő neki volt a legtöbb bölcsessége. Ő jött a leghamarabb az időbe, ő neki van a legtöbb tudása, tehát neki kell kezelni a család iratait. Tehát ez nagyon szép. Egyébként a családi asztalnál ez megvolt még, tehát nálam, én gyerekkoromban még megvolt az, hogy mivel én voltam a legkisebb, én kaptam a legjobb falatokat. Hát én érkeztem az időbe a legkésőbb, nyilván nekem kellett megkapni a legfinomabb falatokat. Hát, de meg kell, hogy mondjam, hogy ha ez így van, akkor az ember ugyanígy ezt a gyerekénél tudja. Tehát ez nálam is a gyerek azért az első volt, hogyha úgy. És ez a szülői példa, az nagyon sokat jelent tényleg ilyen szempontból, mert ez tovább mennek. Na,
Tehát tényleg nagyon szép jogrendszere volt, és ennek következtében ugye ez azt is jelentette, hogy a közösség is megjelenik. Tehát és az is úgy jelenik meg, hogy mindaz jelen van, aki valahogy ide született, és majd születni fog. És akkor ebből biztos emlékszünk ilyenre, hogy volt ilyen, hogy ősiség, ez avicitász, ugye az avit ősi, ez tulajdonképpen az azt jelentette, hogy a halál után átszállt adományos föld, az forgalomképtelen és terhelhetetlen. És ez így volt a 19. századig. Tehát ez döbben. Persze, ebben az is benne volt már, hogy ugye én itt vagyok ezen a földön most, egy 50-60-80 évig, vagy 90, legyünk 100, na, mindegy. És akkor, de a lényeg az, hogy az is gyorsan elmúlik. És utána azok is hozzám tartoznak, akik meg sem születtek. És úgy nézne már ki, hogy 3000 később születőnek a megélhetési alapját én eladom. Ugye a földet. Tehát mondom, ez a nemzetséget közösen illette meg. És ugyanakkor nagyon érdekes, hogy a korona szó a középkori magyar latinságban, képzeljük el, azt is jelentette, hogy törvényes határozatokra összejövő közösség. Tehát a katolikusoknál a papi korona, a papi tanács, az ugyanezt jelenti egyébként, ugyanerre emlékezik vissza. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy szakra korona, azt mondtam, hogy szent korona, mint fejdísz, ékítmény, azt mondtam, hogy szent határ, és azt mondtam, hogy szent közösség. És ebből kifolyólag kialakul ez a membrum sacrum regné koroné, az a szent korona tagjai. Elképzelés, azok mi magunk vagyunk. Ez utal vissza arra egyébként, hogy addig, amíg királyt választhattunk, mert ugye az volt a helyzet, és ennek, na, akkor most ideértünk egy picit Szent Lászlóhoz. Ugye, hogy nálunk a klasszikus eset az volt, hogy le voltunk kötve egy szent vérhez, de azon belül az ideonus, az alkalmas szemét volt jogunk megválasztani. Az alkalmas szemét. Most mi az alkalmasság? Most mondok egy példát erre, hogy mi az alkalmasság. Például nagyon jól tudjuk, hogy 5. Lászlót azért nem fogadják el 1440. május 15-én pünköskor történő koronázását egyébként, mert 12 hetes csecsemő volt. És a magyar királynak tudni kellett halat vezetni. És ez majd úgy szép lassan szűnik meg a Habsburg, mert még a Habsburg uralkodásának elején is az volt, hogy a alkalmas szemét lehet megválasztani. És ennek egyébként a szertartásbeli kifejeződése az, amikor még nem történik semmi, még nem koronázzák meg a uralkodót, még csak a mise kezdetén vagyunk, mert a magyar uralkodót, ez is fontos dolog, katolikus mise keretében koronázták meg. És a lényeg az, hogy fel kellett tenni egy kérdést. Ez az akklamáció intézménye. Az, hogy akarják az itt megjelentek, hogy a Szent Koronával az itt lévő vitézt megkoronázzuk. És akkor egy hanggal, egy szívvel, egy lélekkel azt kiáltották, hogy akarjuk, akarjuk, akarjuk. És ez nem volt máskülönben, mint a Szent Korona hangja. És nekem az a véleményem, hogy az angyali korona az innét, igazából innét jön, hiszen ugye, ha mi magunk vagyunk a korona, akkor ugye, amikor a középkori íratokban lehet, Szent István legendája most lehet olvasni, hogy amikor nem a szájukban hordják a szívüket, hanem a szívükben a szájukat. Ugye, amikor a szájukban hordják a szívüket, akkor össze-vissza beszélnek, az azt jelenti. De amikor az ember a szívébe hordja a száját, az azt jelenti, hogy azonos önmagával. És azt mondja, amikor a szív, azt lehetne mondani, hogy amikor a szívükben hordták a szájukat, ugye van egy olyan népben, hogy angyalé vagy madár, ki az ágakon jár, csattogtatja a szárnyát, veri szíven búját. Ugye az angyal szányverése a szívünk dobbanása. És amikor mindennyiunk szíve egy test, egy lélek, egyszerre dobban, és a szájunk kimondja az igét, a teremtő igét, hogy kezdetben vala az ige, és azt mondjuk, hogy akarjuk, 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 na az az angyali korona. Azáltal teremtődik a magyar király. És ez a választásnak az erejét mutatja meg. Aztán egyébként nagyon érdekes, hogy III. Károly 1712-ben, amikor koronázzák, mert ezt tudni kell, hogy 1687-ben, ugye a 2-es-4-es törvénycikk eltörli azt mondja, hogy a fiúágon örökletes a trón Habsburgoknál, aztán majd 1723-ban lányágon is az lesz, a pragmatika szankció. Ugye? És 1712-ben már nincs ez a kérdés. És az ellenállási jog is azért lett eltörölve, mert ugye az ellenállási jog arról szól, hogy belőlünk támadtán uralkodó. Tehát ha te eltérsz a jó bevált szokásainktól, a jó bevált törvényeinkről, akkor jogunk és kötelezettségünk, hogy ellenálljunk. És nálunk szinguli et univerzi. Tehát egyenként, és mindannyian is. Ez nem úgy volt, másoknál nem így van.
Tehát más hagyományok, de majd mindjárt erről még beszélni fogok. De mi az alkalmasság, ha már erről szóba került, ugye? Az alkalmasságot ezt úgy tudnám érzékeltetni, hát 1204-es időszak, hogy ezt Palotói Tamás írja le, akkor ugye harmadik Béla gyerekei, ugye Imre, és ugye a későbbi második András, és a második András rosszul nősül, és egyébként is olyan nehéz természete van, meg kell, hogy mondjam, attól függetlenül, hogy magyar király lesz majd belőle, de a helyzet az, hogy ugye Gertrude, ugye ez a amilyen az asszony, olyan lesz a férj. Tehát ő teremti a férjét, ez kétségtelen. És ez nem volt jó asszony. És állandóan, hogy hatalomra sarkalta többször szembe kerül Imrével, de a legvégén, amikor Imrének gyereke születik, akkor kiderül, hogy ő már biztosan nem lesz uralkodó. És akkor, összegyűjt, föllázítja az embereit, hercegi területen, ráadásul Varazsnál háborúra kényszeríti Imrét. És akkor Imre, ez az alkalmas király. Ez történik meg, hogy gondoljunk bele, hogy egymással szembeállnak, és jóval többen van, rengeteg katonája van Andrásnak. És ott azt következik be, hogy több, mint a királynak, jóval. És hát itt magyar vérét ontaná. Apa a fiáét, fia az apjáét, testvér a testvérét. És arra lesznek figyelmesek, döbbenten egyébként, mielőtt indulna a csata, hogy hát ott a Imre seregéből valaki elindul feléjük. És hogy közelebb jön, kiderül, hogy fegyvertelen. Ahogy még közelebb jön, egy pálca van a kezébe egyébként. Mondom, ezt Palotói Tamás írja. Még közelebb jön, kiderül, hogy az a magyar király. És fegyvertelen. És jön. És annyira elszánta, hogy azok, akik ölni akartak, és ott van a fegyver a kezükbe, akkor odaér, szétnyílnak előtte, döbbenten, elmegy az öccséig, háttal van nekik, megfogja az öccse karját, és elindul, de öccse is nem mert semmit se tenni. Megfogta a karját, és annyit mondott, hogy hadlám. Ki meri bántani a koronás királyt? És senki mozdulni nem mert. És elindul vele, és már háttal van megint csak a katonáknak, a fegyveres katonák, és senki meg nem mozdul. És fogja az öccsét, elviszi a saját táborába, leülteti, még meg nem jött az eszem, ez tartott tulajdonképpen egy évig majdnem, de a lényeg az, hogy de halálában is milyen nemes volt egyébként Imre, mert a gyámságát a gyerekének azt Andrásra bízza, ez meg olyan aljas volt, hogy ahelyett, hogy gyámja lett volna, elüldözi az országba, és meg is hal a gyerek, és úgy lesz majd ő király. Tehát azért ez egy, de ez az alkalmas személy, nem tudom, tehát ez hozzátartozik a magyar királyhoz. Na most ugye ez a kapucakréreg, mert ugye beszéltünk arról, hogy van az ország területe, van az ország közössége, az is szent közösség. Na most ugye az, hogy a Jóisten és a magyarság, illetve a kárpát-medencei közösség együtt tudjon élni, az kellenek vagyontárgyak. Ami nem, nem az országé, mármint úgy értem, hogy nem a ország lakosoké, nem a népé, nem népszuverenitás van, és nem is az uralkodói. Tehát nem névfőhatalom van, ami most van állítólag. Mert mi vagyunk hatalmon, nem veszik észre. Tehát, én is, hogy teljesen. Na, tehát, igen, ez akkor a legjobb egyébként, amikor nézek ilyen, hát már évek óta a televízióból folyó embereket, de rengeteget. Tehát ami Kádár korszakban is ők voltak népszerűek, most is népszerűek, és mindegyik el volt nyomva. És akkor így, hogy csodálkozom, én voltam csak ilyen hulladék, hogy nem nyomtak el engem. De tényleg ilyenek, mint a Presser, meg a Szörényi, meg ezek panaszok, el voltak nyomva. Nem? Ugye? Most viccen kívül, hogy csak mi voltunk ilyenek, akik itt jelen van, ilyen kis genyó emberek, hogy mi nem voltunk elnyomva, mi van hatalman voltunk, mint ahogy most is, ha nem vennénk észre. Na, és a lényeg az, hogy de tényleg, hogy panaszkodnak nekem, hogy mennyire nyomták meg, mit tudom, hogy cenzúráztak, nem engedték levetíteni a filmét. Hát mondom, tényleg, mennyire elnyomtak téged? És még abból is népszerűségük lett, hogy nem engedték levetíteni a filmjét. Ez különben ez az, ami most megy tovább egyébként, hogy a hatalmon lévőknek az ellenzéke is saját maga. Saját. De ezt már acélék elkezdték. És még el is mondják ilyen portré nyilatkozatokban, hogy mekkora népszerűséget okozott az, hogy a betiltották neki valamiért. Hát most is ez van, nem vesszük észre. Tehát azokat, akiket betiltanak most, arról azt kell, hogy mondja, hogy nem velünk vannak. Akik velünk vannak, azok, akik itt vannak a teremben. Úgyhogy nem kellenek nekünk vezérek. Majd a vezér az teremtődik.
olyan, mint az Imre, és akkor majd, és olyan, mint Szent László, mert ezt akartam még elmondani, hogy Szent László az alkalmasságnak a, nem, az alkalmasságnak a gyönyörű példát. Tudni, van, fel, hát gondoljuk be, Salamon személyében van felszentelt királya Magyarországon. Ráadásul el is fogadjuk, ugye halála után, mert Bajnok Béla halála 1060-tól 1063-ig uralkodik, és ugye ő rá a Corruentes Solio Cofractus Corpore, ugye összeomlott trónja, és Béla ugye a szülei, ugye Géza Szent László és Lampertnek, és a összeomlott trónja összetöri testét, és a lényeg az, hogy 1064. január 20-án el is ismerik egyébként a testvérek is uralkodónak Salamont, és még fel is van kenve. Tehát ez nem olyan egyszerű ez az egész dolog, csak éppen ő alkalmatlan. Most túl azon, hogy a képes kronika úgy mondja, hogy vid, azt mondja, úgy bánt vele, mint az iskolamester a gyermekekkel, egy uralkodóval. És állandóan durusolt a fülébe, hogy úgy, ahogy egy hüvelyben nem férhet meg két kard, te sem férhetsz meg a hercegekkel egy országba. És addig-addig duruzsol, míg az életére tör. Mert tényleg így van, Gézát ezt tulajdonképpen Erdélyben vadászik, és akkor gyakorlatilag ki akarja tolatni a szemét. És mindezt az apja sírja fölött beszéli meg egyébként. Úgyhogy nem is egy Wilhelmus nevű apát, aki elmegy és szól, akire egyébként ugye az ő áruló vitézei azt mondták, hogy Bikács Petrút is szólnak, akik egyébként elárulják a csatában. Ugye, és azt mondják, hogy részeges, először nem is hisz neki a levélnek, és személyesen kell elmennie neki szólni, hogy hát vigyázz, mert itt baj fog következni. És ugye ennek következménye lesz majd a Mogyoródi csata, ugye 1074. március 14-én, ugye ott nem megyünk bele, mert akkor egy másik előadás lesz már megint az egész dolog. De a lényeg az, hogy ennek eredményeképpen lesz 1074-ben, és itt az alkalmasságról van szó, 1074-től 1077-ig Géza, aki Magnus néven uralkodik majd, uralkodó, és a Mogyoródi csatával kapcsolatban is érdekes dolog, mert ugye akkor már a Hildebrand 1073. április 22-én archidiakonus lesz, milyen néven pápa? 7. Gergely. Na, és akkor 7. Gergelynek ugye ahhoz, hogy uralkodni lehessen egyébként Gézának, el kell ismerni, hogy istenítéleti csata volt a Mogyoródi csata. És az is volt különben, vannak ilyen érdekes dolgai, persze, alkalmasság. Ott is már megjelenik, hogy ugye látomásom van Vác, remete. Igaz, komolyan nem akartam ebből előadást tartani, és nem is készültem. Na mindegy ebből. De hát, ha már... Na, de... hogy ugye a Vácról elnevezett erdőben, ugye a remetéről elnevezett erdőben, ott van egy látomása, együtt tanakodnak, hogy mit kellene tenni, ez még a Mogyoródi csata előtt van. És ugye a Szent Lászlónak látomása van, és meg is kérdezi Gézát, hogy ő érzékelte valamit. Most modern nyelven mondom el, tehát érdemesebb elolvasni magát a képes kronikát. És akkor ugye, hogy egy angyalokat látott, akik hozza a koronát, és Géza fejére helyezi. És ebből azt mondja, hogy ebből arra következtet, hogy ugye miénk lesz a győzelem. És ez így is lesz majd egyébként. És nagyon érdekes, hogy azelőtt is van egy furcsa, már mint maga a Mogyoródi csata előtt is egy furcsa pillanat, mert amikor seregszemlét végignézi, ugye, akkor mármint Szent László is imádkozik előtte, és utána felszáll, csapatszemlét hajt végre, és a lándzsája hozzáér egy bokorhoz, a bokorból egy fehér hölgymenyét kiugrik, és felszalad a lándzsáján, és a mellébe bújik. És ebből mindenki tudta tulajdonképpen, hogy ővé lesz a győzelem. Onnét tudta, hogy Sarolt, az a fölmenő, annak a neve mit jelent? Ki volt az? Jó, egy virtuális napvágás CD-t kaptunk ajándékban. Így van, tehát az ősök az ő győzelmét jósolták meg akkor is. És utána még érdekes, tehát itt érdekes dolog, hogy angyalok hozzák a koronát, tehát nem Róma, mert ugye állandóan a 7. Gergely arra hivatkozik, hogy már pedig hogy Szent István neki ajánlotta föl az országot, a brévéiben, a leveleiben, és hogy egyébként is, amikor Péter Abba Sámuel Péter időszak alatt ugye van egy, hogy akkor a koronát oda küldték volna vissza, de hát ez nem így van. Lényeg az, hogy angyal hoztam, másrészt nagyon érdekes dolog, hogy amikor, mert Géza megfogadja, hogy ott fog építeni egy templomot, ahol ez a látomás volt. És akkor mégsem ott építi fel, mert amikor éppen tanakodnak, hogy hol volt, akkor megjelenik egy szarvas, aminek a gyertyák gyújtatlan gyulladnak, hogy úgy mondjam,
a szarván, és akkor elkezdik üldözni, és aztán az eltűnik előlük a Dunába, és azon a helyen, ahol eltűnik, ott az egyik helyen ott építik meg a szűzanyának, és ott, ahol a látomás volt, ott Szent Péternek. A Péter névről el kell, hogy mondjam, a középkorban három értelmezése volt, ez a Simon Bar Jóna, ugye a galambfia, így van, ki volt az? Mi? Jóna, hát az is az egyik a galambfia, a másik az, hogy kőszikla, az értelmezés, a harmadik pedig ugye az, hogy felismerő. És ott ismerték fel. De itt is a szűzanyához való tartozás, a templom a látomásnak, ugye, mert ugye Szent László elmondja, hogy az nem égő gyertyák voltak, hanem fényes tollak, és az angyal mutatta meg, hogy hova építsék azt a templomot, ami a szűzanya tiszteletére van. Tehát, hogy Magyarország a szűzanya alá tartozik, és az alkalmasság jelöli ki. És ugye nagyon érdekes dolog, hogy odáig eljut ugye Salamon egyébként, hogy a saját anyját meg akarja pofozni. Tehát azért egy királynál ez tényleg alkalmatlan. És akkor kezd el a hagyományunkba szenté válni, amikor elengedi tulajdonképpen. Mert ugye a történelem szerint állítólag ő meghal, de amikor elengedi azt, hogy ő király akar lenni, és egy remete életmódba fordul át, és akkor elismeri, hogy van nála alkalmasabb. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, mert az, hogy egy test, egy lélek fogalom, az valahol, és hogy képvisel mindannyiunkat egy személy, aki a legjobb közülünk, és ugye Szent Lászlónál is ez van egyébként, hogy azt mondja a legendája, és azt mondja egyébként a krónika is róla, hogy úgy ragyogott föl, mint köd közepette hajnali csillag. Azt mondja, egy vállal magasodott mindenki fölé. A lelki nagyságára azt mondja, hogy medvékkel, oroszlánokkal játszott. Ugye? Most azért, hogyha emellé rakom a ország vezetőit, most... Nem. Szóval ez az alkalmas uralkodó. Tehát Szent Lászlóban, Szent László az, aki fölmutatja azt a jogot egyébként, hogy korlátozott királyválasztási jogunk van. Nem tudom, érthető. Tehát ez tényleg, és az, hogy és ugyanakkor valahogy, amíg rend volt, addig az emberek tudták. Hát például most mesélek egy történetet, Rákóczi mondja el, egyébként Rákóczi is Szent István tisztelő volt, már itt mondom. Tehát ez az egész koppányos dolog, ez sehogy nincsen rendben, az más kérdés, egyébként keresztény volt, az más kérdés, hogy hozzánk tartozott, és nem... Egyébként az sem biztos, hogy felnégyelték, ez megint egy külön kérdéskörben. Tudnék, nagyon, az csak a képes krónika beszél róla, hát korábban nem jelenik ez meg, és úgy lehet az, hogy a szomszédos országok nem adtak erről hírt egyébként, mikor nagyon sok magyar belügyről beszélnek. Ugye? És a nevét sem említi meg tulajdonképpen, a legendák sem említik meg a nevét. Tehát ez egy külön dolog. De, és az sem biztos, hogy rokon volt, mert nálunk, mármint hogy a turulok rokona volt, mert nálunk a keresség okán is lehet elsőfokú rokonság és vérfertőző házasság. Tehát úgy, hogyha valakinek nem a... De erről beszéltem már a legelső előadásomon, úgyhogy most nem mondom el. Tehát hogyha valakinek a gyerekének nem a rokona a keresztapja vagy keresztanyja, hanem egy vad idegen, abban a pillanatban, hogy a keresség megtörtént, a középkor szerint, amelyik vezette, hogy a Szalóki Esztergom és ugye Sárospatakon tanulja, hogy minek van jelentőség, és ott meg is van ez a dolog, hogy a árbor spirituális kognáción, hisz a lelki rokonság fája, tehát abban a pillanatban, hogy keresztszülő lesz, attól a pillanattól kezdve az én lányomat a keresztapának a fia nem veheti el, mert vérfertőző házasság. Tehát, és a kupa név nagyon visz ebbe az irányba, meg egyébként a komázás fogalma is, hogy a magyaroknál megmaradt a komázás, és a komázás alap, az is vérfertőző házasság, hogyha a komának a fia a koma lányát elveszi. Na mindegy, tehát ezt most rakjuk félre, tehát nem olyan lényeges egy szempontból, de a helyzet az, hogy egy test, egy lélek, hogy Rákóczi mesél, hogy Bercsényi, ugye meg akarták ölni a Habsburgok. És a Bercsényi ment a hinton, éppen rózsafüzért mondott, azt hiszem. És akkor, erről sem akartam beszélni, tehát miért ne beszéljünk. Na és a lényeg az, hogy ez az egy test, egy lélek, hogy az van, hogy megtámadják őt, a bérencek, és ő először arra gyanakszik egyébként, de olyan, mint a filmekben, hogy nálunk miért nem csinálnak ilyen filmeket, ezt nem is értem. Megtámadják őt, és akkor az van, hogy hát már benn van a hintójában azok, akik megtámadták, vele vannak magyarok, lengyelek, és benn van a hintóban, és tartja a pisztolyt a felé.
És akkor mondja, úgy, ahogy a pisztolyt tartja, kiszól, hogy hozzátok a lovakat. És akkor döbben el, mert addig azt hiszi, hogy a pénzek el. És akkor döbben el, nem arról van szó, hanem őt akarják elfogni. Hát hozzátok a lovakat. Ugye. És akkor közben, mint a filmekben, elüti a kezét, és őnek a zsebében ott van egy pisztoly, és elsüti a zsebébe a pisztolyt. És akkor így megmenekül, és kiszáll a hintóból, és ott van az egyik lengyel embere, fönnül a lován már. De már kapott két lövést, az egyik a állát súrolta, a másik pedig a vessébe kapta. És ez a lengyel vitéz leszáll a lóról, és odaadja Belcsényének, és megmutatja, hogy merre meneküljön. Most gondoljanak bele, hogy milyen fantasztikus dolog ez, hogy nem az ön, hanem hogy neked kell élni, neked kell. Szóval ez az egy test, egy lélek, mert nem szokták megérteni azt, hogy a szkíteknél is hogy van az, hogy eltemetkeznek-e, ha meghal a főúr, akkor vele eltemetik a asszonyát, és hát egy test, egy lélek. És ezért nehéz megérteni a középkori társadalmat is, mert egyébként a jobbágyság, amúgy is a jobbágy szó az lefelé szállt, mert a várjobbágy, ez például az tulajdonképpen a nemest jelentette, és a jobbágy szó, de a nemesség az egyébként abban is jobb volt, hát most gondoljunk bele, hogy a nemesség az nagyon nagy százalékú volt. Európához képest is nagy százalékú volt Magyarországon. De ugye a Szent István napi fehérvári, ugye erről beszél már az Aranybulla is, hogy a törvénylátás joga, abból lesz az országgyűlés. Az azt jelenti, hogy tulajdonképpen a nemesség az maga az országgyűlési képviselő volt. Ma értelemben. Na de hát nem 190 valahányan voltak, mint most akarják, meg nem is 300 valahányan, hanem jóval többen. Hát milyen dolog már, hogy 197 ember el fogja dönteni 10 millió embernek a sorsát? Még akkor is, hogyha... így van. Azt se tudod ki. Így van. Na. És ugye, most nem akarok már ilyen demagóg lenni, de az is nagyon furcsa, hogy 1 millió 100 valahány ezreket keresnek, és akkor az én sorsomat dönti el, hát... Mert ugye van neki képviselői juttatás, meg még az, hogy területiről választották meg, és akkor már 1 millió, havi 1 millió, hát te honnét tudod, hogy él az, akinek állítólag 40 ezerből kéne megélnie? Úgyhogy az lenne a jó, hogyha annyi lennétek, mint az átlagfizetés. Vagy ingyen, mert régen úgy volt. És csak arra kaptak pénzt, hogy a feladatokat ellátsák. Tehát ugye egy harmad részt kapták meg a jövedelemből, de azt is csak addig, amíg a feladatát ellátta. Az ispánok meg ilyesmi. Aranybulla elmondja. Legyél honszerelemből. Milyen üres lenne az az ország. De most tényleg viccen ki. Pedig, szóval az az igazság, hogy mi nem vagyunk szabadok. Most akkor lehet, hogy nem fogja levetíteni a közvetítő televízió, de ez így van. Nem vagyunk szabadok. No, szóval visszatérve ugye Szakra Korona az ország területe, az ország, a közösség, aki benne él, és ugye, hogy mivel hogy ennek örökké tartónak kell lenni, hogy a jó Istennel együtt élünk, éppen ezért ugye vannak olyan vagyontárgyak, amelyek sem az ország lakosoké, mármint a népi, mert ezt elmondtam már, sem pedig az uralkodói. Azért nem a népi, mert annyira meghűíthető a médiumok által, meg más befolyásot élet, hogy megszavazzák, hogy eladják a megélhetésük alapját. Ezért ezt úgy fejezik ki, hogy bona vel peculiae sacrae regni coronae, ez a Szent Korona vagyona és jövedelmei. Tehát a stratégiailag fontos, ilyen a föld, amiről az előbb beszéltünk, fölajáltatott. Ilyen volt régen a bánya és váltójog, ilyen a víz. Ilyen lenne most az elektromos áram, a földgáz, a posta, a malév, ami nincs már. Vajon miért nincs? Holott egyébként virágoznia kellene, hát légi közlekedésben is középen vagyunk. Nem tudom, tehát csak nekünk nem érte meg, másoknak megéri, mert ha mi tönkre mentünk, a többieknek is tönkre kéne itt mennie. Hogy nem mentek tönkre? Jó, hát... Szóval... No, mindegy. Majd a gyógyvízzel is így lesz, meg egyébként termőföldnek 80%-a. Egyébként ahol elhelyezkedünk, ha a Kárpát-medence egyben lenne. Tehát, hogyha a tótok is felfedeznék, mert az összes többi, akik szintén rosszul jártak ám, nem tudják, hogy rosszul jártak azzal, hogy földarabolták Magyarországot. Ha felfedeznék azt, hogy csak abból meg tudunk élni, hogy a világ kereskedelemből él. És a kereskedelmi útvonalak a történelmi Magyarország területén mennek.
Tehát középkorban ezért vámot fizettek. Tehát az, hogy a nyugat eléri a keleti piacot, rajtunk kell keresztül menni. Az, hogy a keleti piac eléri a nyugati piacot, rajtam kell keresztül, észak-dél és dél és észak. És a levegőbe is így vált. Ezért röjjeljes, hogy itt vannak légitársaságok, de a Malév az tönkre. Hogy ment tönkre? Gyerekek is nincs. Jó, meg vásároljuk vissza azokat, amit el... Ki adta el? Ki adta el? Így van, és abban a 20 évben benne voltak ám vastagon azok a pártok, akik itt vannak. Ki adta el? És most meg visszavásároljuk az én pénzemen? Meg a önök pénzén? Há? Nem érez az egész semmit egyébként. Egyetlen egy jó dolog van, hogy ilyen örökségünk van, amit elmondok is, ez bármikor vissza lehet fordulni. Na most ugye van a testnek a legfelső része, az a kapucsakré regni koroné, ezt jó, szépen fejezi ki, mert a Szent Korona feje. Szent Korona feje. Ugye azt jelenti, hogy Magyarországon egyszerre érvényesül a hierarchia és a mellérendelés. Tudnék, ugye, ahogyan nem, mert hallottam azt, most nem mondok nevet, mindegy, Magyarország az olyan nagyszerű volt, mert hogy csak mellérendelés érvényesült, és aranybullában is csak nekünk van ellenállás, az ára, nem így van. Egyébként megjegyzem, a Echo TV-ből dől az illető, és persze az ilyen internetes portálkon 192-en rátetszik eltek, pedig ez olyan hülyeség, amit mondott, ami csak. Hát ami mellérendelés, ami csak lehet. De egyébként ez tényleg úgy van, hogy beültetik oda az Echo TV-be, a Széles Gábor televíziójába az illetőt, megjelenik 4-5-ször, azt már elmondja a jelszavakat, és akkor már népszerű. És akkor leérvényesül, változtassunk, csak semmit meg ne változtassunk. Kiszolgálom, amit akarsz hallani, de egyébként kicsit megfacsarom, mert nem tudsz rájönni a lényegére. És akkor, na, de hogy hát nincs, nem, ahol csak mellérendelés van, gondoljanak bele, az diktatúra. És ahol csak hierarchia van, az is diktatúra. De ahol együtt van a kettő, az az Isten általi rend. Mert egyszerre van felsőbbrendű és mellérendelő. Nem tudom. Tehát a kapucsakréregnek gyönyörűen ki, törvény nem alkothatott ő. 1435-ben nagyon szépen tudjuk adatolni. Nem alkothatott a király törvényt. Ő, mivel feje, ő kiadhatott, ez a primus inter pares tulajdonképpen az első az egyenlők között. Mivel fej, kiadhat pátenst, de a pátenssel szemben, most ezt figyeljék meg, a pátenssel szemben ugye eltűnt a ellenállási jogunk, de a passzív ellenállási jog nem, soha nem tűnt el Magyarországon. Hogyha kiadott egy pátenst, és összeült a vármegye, és megvizsgálták, hogy a kiadott pátens nem sérti a régi, jól bevált szokásjogunkat, amire egyébként tulajdonképpen Második Andrástól kezdve esküt kell tenni, azt tudjuk igazolni, tehát 1205-től nagyon szépen tudjuk igazolni, hogy esküt kell tenni a régi szokás, hogy megtartja. Tehát, hogy nem változtat rajta. Nem úgy jön egy új, és akkor ezt csináljuk, azt csináljuk, hanem az megmarad örökre. És ezt hitlevélben a Harmadik Andrástól ki is kell adni. Tehát nem csak esküszik, papírba is kiadják. Na most éppen ezért a pátense a megyékkel joga volt arra, hogy megvizsgálja, hogy nem sérti a régió szokásokat, nem sérti a régió törvényeinket, nem sérti a történeti alkotmányunk. És amennyiben sértette, akkor érvényesült a jus inerciál, illetve a vis inerciál, a tétlenség joga, a tétlenség ereje, és nem kellett megtartani. Tehát hiába adta ki. Most képzeljük, akár a Gyurcsány, akár az Orbán kiad valami rendet, Komárom-Esztergom megyébe összeülhetünk-e, és megvitathatjuk-e, hogy hát most ezt sérti a jogainkat, nem fogjuk végrehajtani. Most milyen jót mosolyunk rajta, pedig az volt a szabad, és erre mondják, hogy sötét középkor. És ugye ezt el ne felejtsük, 1545, 33. törvénycikk, törvénybe is iktatták. Szóval az a Magyarország, az volt Magyarország. Ez a Magyarország nem Magyarország. Csak úgy hívják. Úgy hívják. Most nem tudnak, egy jó hírem van, hogy nem tudnak velünk mit csinálni, mert magyarnak lenni filozófia. Magyarnak lenni az túl azon, hogy büszke gyönyörűség, ahogy Sajó Sándor mondja, vagy ahogy Tamási Áron mondja, hogy ugye, aki embernek hitvány, magyarnak alkalmatlan. Innét kezdve azt jelenti, hogy magyarnak lenni, az nem anyag, az viselkedés, az lélek függő. És ezért mondta, hogy aki ide születik, az legyen boldog egyébként, mert filozófiát, úgy született, hogy filozófiát kapott. Az más kérdés, hogy elhűlt esetleg, de egy olyan rendszer, tényleg, ezt most nem azért mondom, de sem a germánok, sem a zsidók nem kaptak ilyet. Hát a germánok azok anyagból határozzák meg magukat. Azt mondja, van benned egy csepp germán vér, lehetsz germán. A zsidó azt mondja, hogy ő a törvényt
az egyik az anyagot, törvény. Hát benne vagy a nemzetségfájban anyai ágon, akkor te lehetsz zsidó. Egyébként prozelita lehetsz, de a prozelita nem egyenrangú született zsidóval. Magyar mondja egyedül azt, ilyen könnyedséggel. Na és amíg van jó, addig van magyar. Tehát vesztettek. Ez tényleg így van. Most nem. Na, és akkor látjuk, hogy van ez a misztikus test. Egyébként Magyarországon mondom, hogy minden a közre épült fel. Én onnét tudom, hogy valaki magyar, hogy a köz az első. Nem az én, a köz. Köz. És azon, amellett a szabadságát, azt nagyon szereti, ez a kettő. Onnét lehet tudni, hogy valaki nem velünk van, amikor ilyen két kézzel fogja az anyag. Hát te. Te lehet, hogy nagy jelszavakat mondasz, de hogy te nem vagy magyar, az tuti. Tehát ez valahogy velünk születik, ez komolyan, ez nem, hogy ennyire anyagiatlannak lenni, mint amilyenek mi vagyunk, ezt tanulni nem lehet. Erre születni kell. Hát figyelj, egyébként végül is a középkorban, sőt az legelején, hát nem is izmaelita, meg zsidó kezelhetett pénzt. Tehát nem véletlenül mondja ki az aranybulla egyébként, a 24. pontja kimondja, hogy Magyarországon ugye a pénzispánság, a sóispánság, mert ugye a sóbányászatnak a 75%-et az akkori világ olaja, az Magyarország adta. És a pénzispánság, a sóispánság, magyar nemesek legyenek, ne izmaeliták és zsidók. Mert egyébként a korábban, Kálmán idejében az megvetett volt, hogy pénzzel valaki bánjon. Hát milyen már, hogy haszon legyen a lényeg, nem a szíved által kötöd meg a kapcsolataidat. Tehát egyébként mondjuk az aranybulla, tényleg én komolyan mondom, azt a hungarikumnak kéne. Tehát az, ahogyan ott egyensúlyoznak, hogy a közjó maradjon meg, és ne lehessen el, vagy ilyen dolgok, hogy a 26-os pont kimondja, hogy Magyarországon idegen birtokot nem birtokolhat. Ami egy alap dolog. Egyébként 1852. szeptember 29-ig így is volt. Alap dolog egy ország területének, hogy megmaradjon. Vagy ilyen dolgok, hogy kimondja, mondjuk a 14-es pont kimondja, hogy aki ispánságát úgy végzi, hogy tönkreteszi az ott élő népeket, akkor nyilvánosan fosztassék meg, és tartozik felelősség, szégyenítessék meg, és fosztassék meg a tisztségétől. Tehát a köztisviselői felelősséget kimondják már akkor. Vagy a 16-os pont, hogy nem engedik meg, hogy a hűbéri függés, mert egyébként most mi a hűbéri függésből kinövő társadalomban élünk. Ugye ez a vazalusom, vazalusa nem az én vazalusom, és hogy tulajdonlom a világot. És nálunk kimondták, hogy ispánságot nem lehet elajándékozni a magyar királynak. Kimondja a 16-os pont. Vagy a 11-es pont, hogy a idegenből érkező tisztességes emberek azok csak a országtanács jóváhagyásában viselhetnek országos tisztségeket. Nem úgy, mint most. hogy már abból is baj van, ha megkérdezik, hogy kettős állampolgár egy országgyűlési képviselő, vagy nem. Holott egyébként amúgy, hogyha, és hangsúlyozom, mivel mi így fogjuk fel a nemzetet, hogy nem érdekel ez, hogy honnét jössz, az érdekel, hogy mit csinálsz, igazán nem lehet azzal válni. Az nemzetbiztonsági kockázat, ha valakinek kettős állampolgársága van. Az hát. Tehát jó. Nemzeti gondolkodású emberek, hogyha kimondja a közmondásunk, hogy amíg a kutya húgat, a szekér halad. Tehát mi itt lekedhetünk az útszélén, meg akárhol, akármilyen zászlókkal, transzparensekkel a főtéren, hogyha addig mindenki azt csinál a nagyházban, amit csak szeretnek. Na, mindjárt erre visszatérünk. De nem politikai fórumon vagyunk, demokrácia van, én beszélek. Tehát visszatérve, tehát erre, mert nem fejeztük be még a misztikus testet. És ugye nálunk nem az országnak van, nem az uralkodónak van országa, hanem az országnak van uralkodója. És nálunk a felségi jog sem az uralkodót illeti meg, hanem a szent koronát. Ugye ez a jure sacri regni koroné. És nálunk az összes joghatóság, minden keletkeztető erő, minden, ami az életünket szervezte régen, ez a jurisdikció, vedicio sacri regni koronája, szent koronában van. Tehát a szuverenitás, ez a fogalom, ami azt jelenti, hogy főhatalom, az nem a népé, nem népszuverenitás van, nem pedig az uralkodó szuverenitása van, tehát, hanem a szent koronái. Ami azt jelenti, a szent korona az egyébként, mivel felajáltatott az ország, az a Jóisten jelenlétére emlékeztet bennünket. Nem az Istennel azonos, hanem a Jóisten jelenlét. Viszont nem győz megdőlni a kereszt rajta, hogy vegyétek már részt, keresztény vagyok.
Ha pedig keresztény, akkor, és nálam van szuverenitás, bizonyos dolgokról nem lehet szavazni. Ez egy biztonságot jelentene. Hiszen, ha ugye keresztény jóisten van, akkor az abortusz nem szavazási kérdés. Hiszen ugye az élet szent, szent okokból élni akar, tehát erről nem lehet szavazni. Mint az eutanáziáról sem. Meg arról sem, hogy két radiátor az összeházasodhat, vagy sem. Ja, jó, tehát a lényeg az, hogy ezek nem szavazási kérdések. És akkor ez nagyon sokat jelentene különben, mert nem lennénk kiszolgáltatva. Tehát, hogy egy alap dolog, meg az ember élet tényleg szentség, akkor nem ilyen 5-6 évekkel megússzák azt, hogy megölnek embereket. Hát hogy? Miként? Mikor a bankot kirabolja, többet kap. Egyébként ez is nagyon érdekes, hogy hogy lehet ez, hogy a bankrablásai azért mindig megvan ugye a magasabb tétel, ez nincsen meg. Nem ér semmit, így van. Tehát bármikor, bárhogyan. De egyébként is már nem kell, hogy elvegyék. Ott van a tévé. Meg a sajtó. Kész, vége van. Tehát nem, engem még szoktam mondani, hogy a Rákosi korszakban még elvittek volna, de most már nem kell. Hát minek? Most ez a pár ember. De, és akkor most már befejezzük, mert nagyjából átvettük. Mert egyedül még van az apostoli jogok, ez nagyon érdekes dolog, azt kevesen tudják, egyébként meg is szokták kérdőjezni. 1753-ban a 13. Kelemen el is ismeri egyébként Mária Teréziának, hogy a mindenkori magyar uralkodó az apostoli király. Most az apostolság, ugye az is Hartwicknak a művén bizonyos szempontból alapul, mint a koronaküldés is, de ezt tudjuk nagyon jól, hogy ott az a rész az utólagos betoldás, interpoláció, mert Mieszko, meg második Szilveszter, meg Szent István egyszerre nem tud részt venni a történelemben, mert Mieszko hamarabb meghal. De ott azért sok fontos dolgot elmond, mert ugye, hogy 10 egyházmegyét létrehoz és bejelenti. Tehát a Szent István nem azért térítő, mert ő térített bennünket, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a honfoglaláskori leletanyagban meghatározó tételt jelent a kereszt, illetve az ereklyet tartó merkereszt, és az jóval Szent István előtt van, hanem az egyházi szervezetet hozza ő létre. Ezt korábban úgy kell elképzelni, abban a korban azt nevezték térítésnek, hogy például a gótokról tudjuk, hogy nagyon korán keresztények lettek. Wulfila nevű, 340-es években Wulfila kisfarkas azt jelenti, az keresztíti meg őket. De ariánus keresztények. Ugye az ariánus kereszténységről csak annyit kell mondanom, hogy az most nagyon egyszerűen összefoglalva, hogy Arius azt tagadta, hogy az atya és a fiú egy lényegű lenne. Hanem azt mondta, hogy a atya az nem teremtett lény, a fiú az származtatott. És erre a Nikája Zsinak mondja ki 325-ben, hogy az atya és a fiú egy lényegű. Na most ugye a lényeg az, hogy ilyen keresztények voltak. És amikor 589-ben ott a spanyol részeken ők lesz egy királyuk, 589-ben Rekkarédnak hívják, és áttérítik, tehát katolikussá teszi a gótokat, akkor ezt a 589-es toledói zsinat úgy említi, mint apostoli térítést. Holott keresztények voltak, csak nem katolikusok, nem tudom, hogy érthető. És Szent Istvánnál is ugyanezt történik meg, hogy ő az egyházrendszert, a sajátos egyházi rendszert hozza létre, és valóban Magyarországon tényleg úgy volt, hogy a magyar király kinevezte, és ez még Kálmán után is hiába mond le, utána így van végig, hogy kinevezi a magyar főpapot, és bejelenti Rómának. És Róma pedig jóvá adja. Mindenhol máshol fordított a folyamat, és csak nem is ez a lényeg, hanem a feladat ellátásához járó anyagi javakat, tehát a birtokot is a magyar király adja. Tehát nem Róma, a magyar király. Tehát éppen az, hogy egyrészt, hogy Rómához tartozunk, az azt jelenti, hogy szabadok vagyunk, és ugyanakkor az apostoli királyság pedig azt jelenti, hogy utrunké júre, ahogyan mondja a Hartwicknak a szövege, hogy mindkét jogon, egyházi és világi jogon. Persze második Szilveszter azt mondja, hogy én apostol utód vagyok, de ő valóban Krisztus apostola, ennyi népet megtérített. És hogy utrunké júre, azaz mindkét jogon, egyházi és világi jogon irányíthatja az országát. És ez meg is marad. Aztán később ez vitatárgya, propaganda fide, Habsburg alatt 1622-ben, hogy a hódoltatott területeken érvényes-e vagy nem érvényes, de a lényeg az, hogy a magyar királyságnak jellemzője volt, hogy apostoli, tehát térítő. Tehát ha volt Európában, ez a nagyon furcsa dolog, hogy a ífeszítő népekkel, kultúrájával rokon kultúrájú nép, a legkeresztényibb nép. Ez a magyar, és a magyar királyság.
volt. Komolyan, nagyon komolyan. Ez is szoktak állandóan nekünk jönni ezzel a zsidó-kereszténység fogalmával. Nincs ilyen, hogy zsidó-kereszténység. A zsidó az nem hiszi, hogy megjött a megváltó, mi meg hisszük, hogy megjött a megváltó. Ez két különböző dolog. És nagyon különböző dolog. Persze, hogy vannak pontok, közös pontok, mint ahogyan vannak közös pontok nekem más népekkel is. Vannak közös pontok. De itt inkább a cél az, hogy ne menjenek templomba. Mert mondom, ez megint csak hozzátartozik megint a Szent Koronához, bármilyen furcsát, nem tudok. Tessék ránézni a Szent Koronára. Tehát ez egy keresztény tan, keresztény jogrendszer volt, és ebben a jogrendszerben úgy is megmaradtunk, hogy ütöttek, vertek bennünket, mégis meg egyébként túlélő nemzet vagyunk, el kell, hogy mondjam, hiába. Mert gondoljanak bele, amikor csonkoltak bennünket, a csonka részen 7 millió ember maradt, 7 milliónál valamennyivel több maradt. És utána jönnek ilyen dolgok, mint a Rákosi idő, második világháború Rákosi időszaka, és nem hogy fogytunk volna, hanem gyarapodtunk. Most persze jó, fogyunk valamennyire. De a másik dolog az, hogy ez el kell mondanom, hogy egyetlen ífeszítő nép sem úgy bírta a hatalmát, hogy többségben volt. Hát gondoljunk bele a hunoknál, a herulok, szkírek, markmánok, vádok, ripuári frankok, jazigok, akacírok, a türingiek, lugóiak, szuévek, és akkor még nem soroltam föl mindenkit. De ebben nem tudott többségben lenni a hun, hanem a lelkében volt, szellemében volt helyén. És nekünk is az kellene, hogy szellemben, lélekben helyén lenni. Nem a anyagi többség, a szellemben, lélek, abból majd következik valamikor az anyagi többség is. De először itt kellene rendben lenni. És az a baj, hogy a nemzeti oldal kigyúrt, ugyan, de nem tudja, hogy mire használja a kigyúrtságát. És a megváltásunk ilyen szempontból, az biztos, hogy nem országos mozgalomban fog megtörténni. Hanem azt úgy kéne, hogy otthon kellene kezdeni, hogy otthon magyar módra szokás viselkedni. Aztán az ismerősen is magyar módra viselkednek. És higgyék el egyébként, az fontos, hogy az eszünket mindig használjuk, mert a magyar nép az lelkes nép, és akit a szíve visz, az gyakran rossz irányba megy. Mi tudunk szeretni olyat, nem mi, hanem az ember tud olyat szeretni, ami a pusztulását okozza. És nekünk azt kell szeretni, ami jó. Tehát az értelmünket használni. És mivel embernek teremtettek, el tudnak igazodni. Tehát nem kell nekünk pártvezér, majd ha lesz, olyan lesz, mint Imre, vagy Szent Imre, vagy Szent László, és föl fogjuk ismerni. Föl fogjuk ismerni. És mivel nagyon tehetséges nép ez, én ezt úgy tartom, én végtelenül szeretem, még a hibáival együtt is. És mivel nagyon tehetséges nép vagyunk, nekünk muszáj kihelyezni a léten túliba a létezésünket, mert amíg emberi valóságban vagyunk, marakodni fogunk egymással. Mert hogy szabadnak születtünk. De hogyha a Szent Koronában van, és a Jóistenben van, az rajtunk kívüli, megkérdőjelezhetetlen erő, amihez szívesen fogunk igazodni. Mert egyébként én ezt úgy szoktam mondani, hogy aki a Kárpát-medencébe született, annak a szíve mélyébe bele van égetve a Szent Korona képe. És attól a pillanattól kezdve, hogyha egyszer fölkeresi, oldhatatlan szerelem fűzi az, hogy újra és újra fölkeresse. És ahol Szent Koronán rátekintünk, ott azt látjuk meg, ahol ég és föld találkozik. Nem az Istennel azonos, mondtam, de a Jóisten jelenlétére emlékeztet bennünket. Tehát el tudunk igazodni, és ez alapján föl tudjuk ismerni majd a vezért is. Úgyhogy önmagukba bízzanak, ne az újságokba. meg a Jóistenbe. De önmagukba azért bízzanak, mert a Jóisten képmására teremtettünk valaha. Tehát ez egy így össze... És biztos, hogy tudni fogják. Nem kellenek nagy megmondók, akik a privatizált nemzeti televízióban megmondják, hogy mi az igaz, hanem ott a szívük mélyén tudni fogják, hogy és nyitottan nem kell elhinni azt se, amit én mondok, bár szerintem én igazat mondok, de nem, mert gondolkozzanak. Tehát, és akkor legközelebb itt a december 13-án találkozhatnak előadáson, és még valamit el szeretnék mondani, hogy december 14-én nekem Budakalászon, hogyha van kedvük, nincs olyan messze egyébként innét, könyvbemutatóm lesz. Bakai Kornéllal együtt egyébként neki is könyvbemutatója lesz.
És ha van kedvük, azt hiszem 3 órakor kezdődünk, ez egy szombati nap, és akkor este 7-ig tart. A koronáról írtam egy könyvet a változatosság kedvéért, úgyhogy és a másik, az pedig, amit még fontosnak tartani kell mondani, hogy 2 ünnep között ismét megrendezésre kerül az ingyenes, a Szent Korona Országáért Alapítvány, ami az én alapítványom, illetve én vagyok az elnöke, és egy barátom az alapítója. Így nem volt nehéz elnöknek lennem, ugye, mert ketten vagyunk, vagy egyikünk alapítja, másik. De az már 8. alkalommal kerül megrendezés, és mindig óriási tömeg van a 2 ünnep között, ugye Kiskarácsony, Nagykarácsony között, illetve Nagykarácsony, Kiskarácsony között, ugye az a Krisztus születés és új év között, az december 27, 28, 29, és ingyenes az egész. És akkor ott most mindenkit hirtelen nem fog tudni felsorolni, de a Bakai Kornéltól kezdve, a Hidány Csabán keresztül, a Limbacher Gáborig át, ugye, mert hogy így mondja, jó magam is fogok előadást tartani, aztán hát most itt hirtelen nem üteszem, de lesz a 3. nap, az egy egészségnap, ott a Őri Ajándok lesz, a kereti gyógyász Horváth István, aki a érelmeszesedés, aztán a Bernád Ilona, ő a bábaság, stb. És legvégül, de nem utolsó sorban a Szabó Gyuri bácsi, a füves ember lesz, és aztán utána a kurúdobosoknak lesz egy koncertje. Tehát, de ezek mind ingyen vannak, úgyhogy érdemes eljönni. A torinói lepel ott lesz, annak a másolata, igaz, az csak akkor, amikor a Tamási Józsefnak a előadása lesz. Aztán Guadalupe-ról lesz egy kiállítás. Tehát az a címe egyébként az egésznek most, az a címe, hogy Nemzet és Vallás. Mert ez a kettő tart meg minket. Az ősök tisztelete és a hitünk. Hitünk és a hitbe. A hit az azért fontos, mert abban vannak jó és rossz közötti különbségtételek. És ha tudjuk a jó és rossz közötti különbséget, akkor van igazságunk. Ha van igazságunk, akkor van országunk. Nem tudom, hogy érthető, amit mondom. Tehát ez nagyon fontos, nemzet és vallás. És akkor még valami, hogyha van esetleg, mert nekem... Nem, és ha így nézem, akkor gazdag vagyok, hogyha úgy nézem, nem. Van egy szabad egyetemen is, amit alapítottam, és az januárban lehet folyamatosan csatlakozni hozzá, de különösen ez érinthet pedagógusokat, akiknek miután elfogadták azt, hogy nekik 7 évente kell 120 pontot szerezni, és mi egy éves képzésünket elfogadta az állam, hogy elismeri, hogy 120 pontot megszerezhet nálunk. Ezért a pedagógusoknak, akik nemzeti szellemben és valamelyest a léten túli jelenlétével akarják nevelni a gyerekeket, annak nagyon tudom ajánlani, mert 120 pontot egy év alatt meg lehet nálunk szerezni. Úgyhogy lehet jelentkezni, és akkor még annyit elmondok, hogy a bővebb információkat akkor a szentkoronaországa.hu-n találják meg. Ez volt a szegény, szerencsétlen, és muszáj reklámozásnak az esete. Én voltam. És még fizetnem sem kellett érte. Jó, köszönöm szépen a jelenlétüket, és hát remélem, hogy akkor találkozunk minél hamarabb. A legközelebb, nem tudom mikor, mert még nem beszéltünk legközelebbről, de az az igazság, hogy és most a Lacinak a emlékére elmondom azt az arraikus imát, amit el szoktam mondani általában. Illetve én a részletet egyébként Erdély Zsuzsanna gyűjtötte. Én kimegyek, én ajtom van. Föltekintek magos mennybe. Nyitva látom mennyország ajtaját. Abban látok 100 apró madarat. De nem apró madarak, szárnyas angyalok. Szárnyuk alatt korona, koronában igaz kert, paradicsom kert. Közepibe aranyágas, aranyágason aranyszög, aranyszögön aranykendő, Jézus Krisztusnak 3 csöpp vére, boldogasszonynak 3 csöpp teje. Aki abban megmosakodik, és aranykendő körülködik, csak úgy mehet be Jézus Krisztus elejében. Ámen.